Három kisgyermek játszik a bátaszéki bölcsöde és óvoda homokozójában. Az egyik vegyes csoportban jelenleg ennyien járnak, összesen pedig közel 30-an kérték az ügyeletet az oktatási intézményben. Simon Csabáné vezető azt mondja, a 40 dolgozó mintegy fele már átesett a koronavíruson, jelenleg 2 munkavállalójuk beteg. Az intézmény vezetője úgy véli, a pedagógusok oltása indokolt, már csak azért is, mert véleménye szerint a kisgyermekek oktatása és gondozása során a 1,5 méteres védőtávolságot nem lehet betartani, miként maszkot sem lehet folyamatosan viselni a csoportszobába, mivel artikuláció nélkül nehéz a beszéd megértése a kicsik számára. Közvetlen kontaktusban vagyunk velük. Ha a gondozási feladatokat tekintem, akár egy öltöztetés, akár a mosdóhasználat, az étkezés, vagy bármi egyéb tevékenység, ez nálunk alaphelyzet. Vagy ha egy kisgyerek odabújik az óvónénihez, öl be kell venni, meg kell vigasztalni. A dolgozók azt mondták, élnek a kormány által nyújtott lehetőséggel, és beoltatják magukat koronavírus ellen. Azt gondolom, hogy mivel mi a gyerekekkel nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, így ez egy remek alkalom arra, hogy aki igényt tart az oltásra, az ezáltal felvehesse, megkaphassa. A munkavállalók egy része már húsvét előtt megkapja az első vakcinát. A többiek is várják az értesítést a védőoltás helyszínéről és időpontjáról.